a Kodondi Szakközépiskola és a Deák Általános Iskola és Gimnázium közös pályázat keretében, határtalanul program keretében nyert egy pályázatot. Beke László igazgató úrnak köszönhető a kezdeményezés, hogy mi most itt vagyunk, hogy létrejött ez a kapcsolat. Itt lehet látni a toplógombának a két fajtáját. Ez a fának a megbetegedése fiatal éppen nincs, legalább 150-200 esztendős kell legyen az a fa, ami ilyen toplógombát áll. Mindenféle fának megvan az ő magaféle gombája, de általában a gyümölcsfákon a sárgás, fehéres színek jelennek meg. Ezek úgy keletkeznek ezek a toplógombák, hogy télen, mikor nagy hideg van, a fagy a fát úgy meghasítja, megtépi, azt mondjuk, és amikor elindul a mezgelkeringése, tehát amikor az idő annyira kimelegedik, hogy a fák kezdnek levelezni ki, akkor ez a betegség kezd nőni ki a fából. Ez a toplógombák kimondottan bükkfán teremnek, és az az érdekes, hogy két fajta. Itt az eső megvált, de nem látszik annyira, de úgy is lehet látni, hogy másabb az alakja, másabb a színe, ezek fehér színe, csak most az eső megvette. Lehet látni, hogy ezek ilyen apró növések itt még jobban látszik. Úgy nőnek, mint a fának az égjűre úgy. Ez a megmunkálható fajtája, az a fajta gyorsan nő, törékeny, nem megmunkálható. Melegvidéken terem. Melegvidék azt jelenti, hogy 1100 méteren alul tengerszinten. Legalább 1100-1200 méter magasan elhelyezkedjék az az erdőrész, ahol ez a megmunkálható toplógomba terem.
az az érdekes, hogy bükkfántár, és mégis kétféle. Most van a borszéki egyik erdő részén egy olyan, körülbelül van egy olyan 1 méter 30, 1 méter 40 centi átmérejű, hogy a déli részén az a megmunkálhatatlan fajtája, tehát a nap ugye többet talál, és az észkastáli, ez a megmunkálható. Úgyhogy egy fán, két fajta toplóban van. Nagyon-nagyon ritka az ilyen, de megvan történet. Na, menjünk be a műhelybe. Hogy milyen eszközök szükségesek a toplógomba gyűjtéses megmunkálásához, kell a fejszemé, ha levágjuk a pár, hogyha nem érjük fel, akkor vannak azok fiatal nővések sem mindnek nevezik, akkor próbáljuk lejutni. Na ugye, amikor a fa megbetegedik, akkor 2-3 évben letörik, és attól függ, hogy mekkora darabja marad. Van, amikor 10 méteres darabja marad, amikor 2 méteres darab, és azt fejszel nem lehet elérni. Úgy hagyományosan kössük össze a zsákot. Régebb a régi mesterek is lenne. Hátra kell venni ezt a taplót, mert most már a terepjárókkal lehet megközelíteni, kvadokkal, de a terepjáról se lehet minden fának a tevéhez eljutni. És hátra kell venni. Akkor kell egy sallal, akkor kell is mindjárt még meglássák, meglássátok jobban. Azért, mert a toplógombot lehet látni, fel van téve minden irányból íves, az egyenes késsel, azt mivel nem lehet végrehajtani. Kell egy tédvédő, az a kis pakalopás, ami ott van, látszik, hogy nagyon mennyit van használva. Nagyon sokféle mintavágóink vannak. A díszítés célra, a terítőkön lehet látni, hogy hálódnak ki az anyagok. Akkor körtefába vésett levény, mint ott lehet látni, hogy nagyon sok az azok a megégett minták. Azért visik körtefában, a körtefa bírja a legjobban a hőt, és eléggé ki van téve a hőnek, mert az enyhén nedves taplón addig kell rajta tartani a vasalót, amíg megszárad, akkor adja ki a mintát. Azért visik körtefába, mert ugye az nem pusztul olyan hamar el, így mondva, és nem íg olyan hamar el. Akkor ott lehet látni cigán kézzel készített tollót, a régi mesterek ahol vágták, most minden esetre mások tollóval vágják. Na kérem, hogyha hallottatok egyszerűen az ősemberről, jégemberről, azért van nálunk a mi elve betéve, hogy mi 170 esztendős összeköttetését tudjuk a topló és az ember között, 5300 évvel ezelőtt ismert a toplógombára két fajtája. Akkor lenyílozták az osztrák alpokba, nála platánlelésben fogva volt izóformában barna topló, ami a túlélési biztosította. Mert a taplógomban nem lángolik, hanem ízik, és amikor este lett, akkor nyitotta ki, a platánlevelet fújta fel, és száraz ágba, száraz levéllel tüzet tudott tenni. Minden esetre akkor se gyufa nem volt, se gyújtó. És akkor ez a másik, ez a nyírfa topló, ez a fehér hőfán, terem azt ismeri biztos mindenki, ez gyógyszerként használtam, mert antibiotikumot tartom. Ott lehet látni, hogy nyakláb formájában volt. Rágás és reszelés nyomok vannak rajta. Mai napig is használja az aspirin gyártására a fűzfakérges azt a nyírfatatot. És 5300 éve ezelőtt már ismerte ezt a kétfajta taplóban, már ismerte különösen. Gyomorbántalmai voltak, meg lehet találni Dél-Tirolban, Borzalmányban. Az igazgató odautazott, lefényképezte, itt a koronnak készít egy sapkát, és ott az ő kéregtáskára felettes lefényképezte. Meg lehet találni. Na, még egy pár dolgot elmondok Fábián Zoltánnak, akinek 1977 óta foglalkozunk a toplógomba megmunkálásával, ami másodállás fizetés, kielégítés céljáról. Munkába jártam, most négy eljöttem el nyugdíjba, a feleségén most is dolgozik. Már sajnos ebből a szakmából most már megélni nem lehet. Valamikor koromban több mint 70 család foglalkozott, és a megélhetéséget biztosította. Meghaltak a taplászmesterek, levágták azt az erdő részeket, ahol a beteg idős fák voltak. Most jelen be 6 családom még, és egy család fiatal. Az, hogy ebből megélni már nem lehet, nagyon keveset lehet kapni, sokat kell menni. Úgyhogy Zsírvölgyiből, Máramarosi hegyekből, Kelemi Havasok, Borszéki, Baróti, Szászvárosi, Bánfi, Hunyadi, mondhatom az ország erdeit ismerem, sokszor körbe jártam. Valamikor kétszer mentünk, júniusban, szeptember végén, október elején, mert olyan a tulajdonsága, hogy ha az időjárás megfelelő volt, akkor júniusban, amikor levágtuk, azon a helyen, azon a fán, szeptember végén, október elején újra nőtt az apró. Csak ugye kell meleg is, mint a megfelelő meleg, megfelelő csapadék, mint a kerti növénynek, és akkor felnőve jó. A sapkákat azt úgy készítjük, hogy ezt sapkacsutaknak nevezzük, reahúzzuk az ekkora taplót, ami sajnos egyre kevesebb. Valamikor egy zsáktaplóból lehetett 30-40 ilyen sapkát csinálni, a tév folyamán 10 zsáktaplót kifaragtam,
megcsinálni, és egy ilyen sokkal nem tudtunk csinálni a tavalyról. Annyira apró növésekben csinálja a napról, rétegenként úgy, hogy nagyon értéktelen. Lehúzzuk a csutokra, várjuk, hogy száradjon meg, és amikor megszárad fédíszítőig is így néz ki a kész. Késsel. Na most megmutatom, hogy hogy történik a faragása. Itt mondtam, kevés ilyen tépvédő. Egy ilyen sorolgó kés. Így helyezkedik el a toplógomba a fán. Nagyjából el is készítettem. Ezt a külső réteget, ezt így letépucoljuk. Ezt a héjának, így mondjuk a kérge, a héja. És az így történik. Azért kell, lássák, hogy görbekéssel lehet csak ezt a műveletet megcsinálni. Valamikor használták a darabokat hajók tömítésére, a második világháborúkor használták a kötszert, és ezt, amit lepucolok, ezt használják a méhészek. Mikor dolgoznak vele, meggyújtják, és füstölök, és azt mondják, hogy nem olyan agresszívek, nyugtassa és távítsa. Nagyon szép szakmagónak, szép szakmagó, de sajnos ez ki fog halni. Én amikor kezdtem 77-ben taplászni járni, akkor az erdő, ahogy voltok, most körülbelül olyan 4-5%-ok, az ugye nem sok. Még annyi erdő van az országban. A rendszerváltás után annyira levágták, hogy nem lehet kapni. Nagyon, ha valamikor elmentünk júniusban Zsírvölgyibe, kaptunk 8-10 zsákot, szeptemberben ősszel volt a nagyobb hozom, olyan is volt, hogy hoztunk 14-15 zsákot. Most egy esztendőben, ha egyszer elmenjél, tavaly nem is voltam, a tavaly előtt hoztam 5 zsákot. Ennyi a dolog. És akkor még közre játszódik a kukac, ezt is megközelítettes, akkor van értéktelené válik, mert megplikatozzok. Úgyhogy ezt előre nem tudjuk soha, hogy mi lesz, vagy valami lesz-e belőle. Amikor a fáról vágjuk le, akkor azt képzeljük, úgy gondoljuk, hogy jó, és közben, amikor kezdem faragni, kezdjük dolgozni, akkor derül ki, hogy nem jó. Fél óráig dolgozok vele, és oda kerül a méhésznek. És akkor még figyelembe kell vegyük örökké a növési szakaszát. Ezek a csíkok itt látszódnak, és a szín különbség. Ez mind a növési szakaszok. Most itt próbálok, ezt a vékon szeletet még egy ilyet vágtam le az első csoportnak. Itt próbálom, mert hiába vágom itt, akkor itt úgyis elválik, és nem tudom megnyújtani. Úgyhogy ezt az ilyen növési taplókot, hát mind annak a járás, sok apró növés, az időjárás nem úgy kedvez. Vagy igen sokat, de hideg van, vagy igen meleg van, és amikor az időjárás nem kedvez, akkor növés elmegy. Az időjárás, amikor kedvez, akkor kezd gyújtani, és azért ilyen réteg is. Része. Ezt még ki kell vágni. Úgyhogy ez nagyon sok időt igényel, türelmes munka, mikor még a műhelyben van, akkor is. Nagyon sietni nem lehetne, akkor... Ez olyan a topló faragás, mint a vezetés, csak egy cél lehet jót tévedni. És ha úgy van, akkor valahol se érünk. A kezem. Így enyhén meg szokom kopogtatni, mert vannak olyan rétegek, hogy ha nem, akkor nem nyúlna. Úgyhogy lássák, azt a nagy, azon a nagy taplóból csak ilyen szallagok kerülnek ki, úgyhogy.
ízé szerint így nyújtom. Azért mondom, ézé szerint, ugye könnyen el lehet szalítani. Enyhén kinyújtom, akkor beléteszem egy nálomba, és akkor egy pár nap után még utána nyújtom, csak minden esetre meg kell legyen a megfelelő vastagsága. Az ilyen alakúgó, hogyha jó minőség, csak ez egyik hely durva, más hely vékony, táskafül készül egy vastag anyagra, vasalódik rá. Na, így történik a nyújtása. Meg lehet fogni csak éppen a szállásában. És akkor utána kell pucoljam, és akkor itt megint ilyen csíkokként úgy, hogy még egy olyan 4-5 ilyen csíkot tudok ebből a taplóból levenni. Most elmutatom a feleségem részét, mert munkában van. Na kérem. Amelyik taplógomban ilyen szép, hogy szép kell legyen mind a két oldalon, lehet látni. Az ilyen alakú, ilyen alakban nyúlik. Ebből azt aldízek, vagy aldízek készít. Le kell vasolni mind a két felét, akkor azután következik a lapiknak, így hagyományosan mondjuk másképpen leveleknek a nyomtatása. Lehet látni, hogy mennyi féle minta van. Attól függ, hogy milyen, melyik terítőre milyen leveleket, milyen lapikot akar vágni, azt kinyomtassa, egyenként kivágja, és akkor csontenyvel egyenként úgy körbe ragasztja. Ez a barna tapló, ezek ami a virágok, amiből készülnek, csak a vasaló tovább rajta tartsa, és akkor adja meg ezt az árnyalat, ezt a színkülönbséget. Továbbra, addig tartsa rajta, mint a terület. Akkor adja meg. És akkor ő attól függ, hogy milyen ötlete van, milyen díszt akar rátenni úgy táskára, mint terítőre, akkor azt szerint díszik ki be. Sokká azt mondtam, akkor készülnek azok a kefetartók, ott a falon, ami van, jobb felül, az régi hagyomány, akkor hagyomány. Még a kisegély, ebben a két korondi mesterség van benne az agyok, amiből fazakolnak, ki van nyomtatva, és akkor be van múlva. Ezt még gyermekkorom mondta, azért mondom, hogy hagyomány. Akkor fiatalok kérésére készít nyakéket kétfajta kartkötőt, ez hagyom az a régi összinyaklánc, akkor különféle nadalak, az szemüvegtörlő, a különféle rózsák, díszek. Úgyhogy ezt mind fiatalok kérték, akkor ékszeres dobozokat, és akkor utoljára kérték, hogy csinálunk telefontartót. Ha meg is csinálta a feleségem, csak az, hogy le volt texelve, és nem bírta azt, hogy a zsebbe ugye már elnyúlott, nem maradt meg az a szép formában. És akkor horgoltak. És belőle ki van bérélve tapló. Úgyhogy védi és töröli, és mert ez egy olyan anyag, hogy portalanít, és töröli a szemüveget. Azt hiszem a táskát, ezt nem mondtam, a táskákat is készítünk kétfajtát, a táskák úgy készülnek, hogy van a mintája, ez a vastag karton, az ki van bérélve anyaggal, akkor a két oldalát ragaszt elő, utána a színit, úgy mondja, felhúzza a színit, utána felvarródik ez a síptető, itt le, így mondja, hogy leszegődik el a sötétített anyaggal, elkészül a fül, amiben egy ilyen lámpabér, a régebb lámpabérót ilyen vastag anyagban legyen ez a tartása. És ezt is úgy díszíti fel, mint a terítőket, attól függ, hogy milyen ötletem van. Ezt vagy 28 szó veszik egybe, amíg kész van. Annyi ide igény is csak. Na. Ennyi volna, ilyen tárgyakot, ilyen dolgokat készítünk, amit is látok.